Úristen! Meghaltam, mert kicsit néztem itt a beállításokat, és meghaltam. Ja, hogy egy zombi volt meg. Köszönöm. Tényleg, nagyon aranyos vagy, hogy megöltél. Na most, még én bosszút állok rajtad. Rendben. Akkor folytatjuk itt a házat, ahogy az előző részben már elmondtam. És betesszük ugye ezt, meg ezt. Rendben. 9 vassal már el leszünk. Valahogyan el leszünk. A sűmát teki üveg. Viszont én amúgy kitaláltam egy jó dolgot. De azt majd meglátjátok. Ami az viszont kellenének ennél jobb cuccok. Mert én azt nézem, hogy ilyen... Várjál. Ott van egy kutyus. Aranyos. Nekem kéne egy kutyus. Már tudom is, hogy hogyan hívnak. Na de akkor, amit akartam, az az, hogy kraftolunk szépen lépcsőt. És ebből a 12 lépcsőből pontosan azt fogjuk csinálni, hogy mi csinálunk egy nagyon jó kis egyedi házat. Ilyen senkinek nincs. Ezt garantálom. Jó, azt nem garantálom, de... Nekem ilyen lesz, az a lényeg. De majd meglátjátok. Aha. Ez nem jön ki jól. Mindegy, jól lesz így. Ugye ez 1-2... Istenem. Jó, tehát akkor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blokkos. Akkor viszont Horkon bácsinak én gratulálok, hogy nem bírta egy olyan házat csinálni, amihez nem ilyen hármas lépcsők. Jó, van, mindegy. Itt ezeket is kiütöm, meg itt a másik oldalon is. Itt 1, 2, 3. Rendben. Lassan már kisülik itt az üveg. Amúgy én régebben ez mindig csak ez az egybe üveget szerettem, de most már rájöttem arra, hogy ez sokkal jobban megéri ez a másik. Ezért azóta már azt használom. De én akkor is mindig, vagy én jobban szeretem még akkor is az izés üveget. Ahogy hívják azt? A egybeüveget, tehát nem amilyen vékony, hanem amilyen nagy tömb. Szerencsére, de ide folyik a víz, csak ide nem folyik be a lépcsőre. Na tessék, pont jó lett. És akkor már mindenfelől megközelíthető a ház. Pont amúgy azt akartam elérni, hogy ne csak egy oldalról lehessen bejönni. De azért ne nézzetek hülyének, hogy a mobok azok majd be tudnak jönni. Nem tudnak azok sem bejönni. Arról majd én gondoskodom. Állítok el egy őrt. Tudod, egy izé vasgólem, hogy csá. Azért nem úgy. Nem olyan őrre gondoltam. Így, né, aztán, mert ugye ez csak itt a lépcsőház lesz, mondjuk így. Mert ugye... Sőt. Tudod, hogy mi lesz? Az lesz, hogy most igénytelenül szépen. Vagyad, hogyha én kiütöm, akkor itt folyni fog a víz. Nem fog. Jó, mindegy. Én akkor itt szépen igénytelenül ide teszek ilyen föld lépcsőt, az itt lesz a lépcső. Készen van, emberek, készen van a ház. Na jó, nem. Szerintem mindenki tudja, hogy csak vicceltem. Mindegy, akkor elmegyek én olyan tölgyfát szedni.
Úristen! Úristen! Emberek, találtam rókákat, miközben jöttem a homokos szedő hely felé, de rájöttem, hogy én rossz felé jöttem, és megpillantottam egy épületet. Figyeljetek! Ami a villageröknek az a otthona. Szavaszízbe fújt haverom. Nézzétek meg! Az illageröknek az az otthona. Nem a villageröknek, az illageröknek. Én oda be nem megyek. Mondjuk ott nekik ilyen értéktelen dolgok vannak. Szevasz! És miközben amúgy itt jöttem, képzeljétek el, hogy találtam ott itt egy olyan zombit, akinek ilyen szigonya van. Tudjátok aztán, hogy én ezt megszerzem tőle. Ezt amúgy meg se lehet közelíteni, ha jól tudom, mert akkor már rögtön megtámadnak. Aj, de az a baj, hogy gyere ide! Ezt ide belőhetett, tesó! Azzal nem ér sokat. De remélem, ezt jó tudod. Te meg halljál már meg! Na, kösz. Na, várjál. Igen. Ezt itt befedjük. Ezt is. De ez az illageröknek az otthonánk, ez most nagyon sokkolt. Én azt igazán nem megyek be. De szerintem ti sem mennétek be most csak így rögtön. Na jó. Tudjátok mit? Ezt. Nem amúgy, én nem kétlem, hogy meg fogom tőle kapni a... Megkaptam a szigonyt! Úristen! Úristen, emberek, megkaptam tőle a szigonyt! Ami egy nagyon-nagyon értékes dolog a Minecraftban. Úristen, de én ezt kicsit közelebb megyek. De jól hallottam, ez amúgy annyira nem szabad közelebb menni, mert akkor engem rögtön megtámadnak. Ja, gondold el, aztán mondjuk a ruham az nem tud elindulni, ugye a réd. Mert nincs, mert... Várjál? Az mi az a kis sátor? Az mi? Az a baj, nem tudok szerintem annyira ráközelíteni, de... Mi az a kis sátor, vagy ez a kis izé mellette? Ó-ho-ho-ho-ho. Ez elég veszélyes hely, ide majd visszajövünk gyémántudban. Mondjuk már láttam videósnak nála, csak így be kell rohanni, aztán kész. De ennek a izének nagyon örülök, emberek. Ennek a szigonynak. Izé, szerencsésebb vagyok, mint néhány videós. Jó, mondjuk én is videós vagyok, de nagyobb videósok. Hát ez nagyon komoly. Hát ez nagyon komoly. Na, alszunk. Aztán... megyek, hogy baltával a kezembe, mert miért ne? Aztán nekem már csak csonti ki... Miért nincsen sehol csonti? Majdnem kiütöttem az üveget. Na, akkor tehát tisztázzunk valamit. Merre van a... Jaj, hogy én arra szoktam menni tölgyfát szedni. Megyünk inkább arra, arra biztosabb. Ott legalább nem támad meg semmilyen illager. Ott meg egy denevér száll. Na jó, amúgy miközben szedtem itt a fákat, ugye itt a tölgyerdőben, akkor észrevettem valahol itt egy bányát, ami elég mélynek ígérkezik, ezért azt fogom csinálni, hogy... Várjál?
Hol is lehet az bekapcsolni? Várjál. Ja, a koordináták megjelenítése itt van. És leképernyő képezem a koordinátákat, és majd ha nagyon kell bányába jönni, akkor majd ide fogunk jönni. És így már jó lesz. Amúgy már szedtem egy kevéske fát. De tényleg kevéskét, ott van egy 13, vagy ez nem az, az nem az. A tölgyfát kérem, szedtem 23-at. Mivel nekem ebből deszka lesz, szerintem mehetünk is igazából vissza. Várjál, de merre van az a vissza? Ja igen, mert erre van. Mert ugye ott van az a sziget, amit szétbombáztam. Aj, az édes gyagyóval már nem fogok én annyira jól lakni, majd ültetünk répát. Aztán az úgy biztosabb. Fú, de ez a villager-ök otthon az nagyon kemény volt. Még szerencsé, hogy tudom, hogy ez eléggé veszélyes, aztán nem mentem hozzá közelebb. Mert hogyha mit tudom, ez még korábban történt volna, hogy tudom, hogyha hamarabb kapom meg a Minecraftot, akkor erről még nem tudtam volna. És merre van az az otthon? Itt van. Na oké, haza találunk, mi haza találunk. Na látom, hogy itt még sül itt az üveg. Ennyi már azért, de hogy is, hát azért még süljen, ott van, van szén bőven. Az van. Viszont akkor felbontjuk ezt a fát. Jól van, akkor ugye ennyire. Ennek ugye a lépcsőháznak ennek nem kell akkorának lennie. Ugye annyira nagynak igazából. Hanem ekkora elég lesz, mert én egy olyan feljáratot gondoltam majd erre. Hát nem ilyet, nem ilyen földet. Viszont én valahogy le kéne ide tenni ezt a... Mert jön. Ebbe kicsit ebbe lepakolok. Vagyunk felesleges. Felesleges. Várján, a hegy, hogy hozzám fért minden. Az mondjuk jó. Ezt a chestet viszont, tehát ládát, tök mindegy, elhelyezem ide fentre. Majd. Egyelőre ide. Egyelőre maradjunk ennyibe, hogy itt így. Na jó, de én köszönöm szépen a figyelmet, és hogy itt voltatok. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, és amíg szeretnétek Minecraftot, akkor akkor hát jelezzétek nekem kommentben. Na de én Holcom voltam. Ezen a Minecraft csodálatos világa. A Minecraft. Vagy nem, ez a Minecraft műszak volt. Most ez a műszak voltunk. De jó, köszönöm szépen a figyelmet, és itt voltatok. Én Horkon voltam. Sziasztok!